te családod mennyi elektromos áramot fogyaszt el egy nap alatt? Mit gondolsz, képes lennél csupán izomerőddel előállítani azt az energiát, melyre a mindennapi életedhez szükséged van? A kérdésre egy saját fejlesztésű bringa erőművel adjuk meg a választ. Ha az állványra rögzített kerékpárt meghajtod, akkor a kerék forogni kezd. Ez a forgó mozgás, vagyis mechanikai energia, a generátorban található mágnest megforgatja. Ahogy a mágnes forog, folyamatosan váltakozik a polaritás, így elektromos áram indukálódik. Magyarországon 230 voltos váltóáramot használunk, ezt a kerékpár erőmű által megtermelt egyenáramból egy inverter segítségével állítjuk elő. Az inverteren található konnektorba már a megszokott módon csatlakoztathatjuk elektromos eszközeinket. Minél nagyobb erőkifejtéssel tekersz a kerékpárral, annál nagyobb teljesítményű fogyasztókat tudsz működtetni vele. Egy átlagos fizikumú ember folyamatos tekerés mellett 100-120 wattnál több teljesítményt nem tud előállítani. Bár néhány másodpercig akár 400-500 wattot is el tud érni, ezt hosszabb ideig már nem tudja tartani. Otthonunkban azonban számos fogyasztó működik egyszerre. Hűtő, villanyboiler, mikrohullámú sütő, légkondicionáló, mosógép, játékkonzol. Így egyszerre akár több ezer watt teljesítményre is szükség lehet. Az egységnyi idő, például egy hónap alatt elfogyasztott áram mennyiségét a mindennapi életben a kilovattóra mértékegységgel jelölik, ez olvasható a fogyasztásmérő órán és a villanyszámlánkon is. Egy kilovattóra nagyjából egy átlagos hűtőszekrény félnapi működésére elegendő. Magyarországon egy háztartás havonta átlagosan 200 kilovattóra villamos áramot fogyaszt. Ez természetesen nagyban eltérhet attól függően, hogy mekkora a háztartás mérete, és hogy mennyi, milyen energiahatékonyságú készülékeket használnak. Hazánkban a lakosság által használt villamosáram túlnyomó részét nukleáris vagy fosszilis üzemanyaggal működő erőművekben állítják elő, mely során a környezetre jelentős terhek hárulnak. Ilyen terhek az üvegházhatást okozó gázok és a légszennyező anyagok kibocsátása, a földhasználat vagy a radioaktív hulladékok évezredekig tartó tárolása. A megújuló energiák aránya alig 8%, melynek jelentős része a környezetet súlyosan károsító biomassa égetés, míg a valódi, tisztán megújulók, a nap, a szél vagy a vízenergia áramfogyasztásunk töredékét teszi csak ki. Lássuk, mennyi ideig tudnánk a család áramellátását biztosítani a kerékpárral. Egy magyar háztartás naponta átlagosan 6,7 kWh áramot fogyaszt. Így
ha feltételezzük, hogy kerékpárosunk napi 8 órán át tudja a 100 wattos teljesítményt tartani, akkor is legalább 9 folyamatosan tekerő klónra lenne szükség a háztartás napi áramellátásához. Ez azt jelenti, hogy Debrecen háztartásainak áramellátásához Budapest összes lakójának napi 8 órában a kerékpár erőművet kellene hajtania. És mindez csak a háztartások fogyasztása volt. A közlekedés, a gyárak, óriási ipari üzemek, de a vidámparkok és fesztiválok energiaigénye is sok ezerszerese egy átlag háztartásénak. Becsüld tehát meg az elektromos áramot, és próbálj vele takarékoskodni. Készenléti üzemmód helyett kapcsolt ki teljesen a monitorokat, készülékeket. 40 fok helyett most 30 fokon. Használj LED izzókat a hagyományos villanykörték helyett. Ha új készüléket veszel, válasz a lehető legjobb energiabesorolásút. Gyakran a karbantartás, például egy boiler vízkötlenítése is jelentős megtakarításhoz vezet.